Hát ide is elérkeztünk, végre valahára. Az első kicsomagoló videó itt a Humboxing YouTube csatornán, és nem más várja, hogy egy picit közelebbről is megvizsgáljuk, mint egy White Shark, azaz fehér cápa, Soundmaster Gaming Speakers, ami egyébként egy belépő szintű, tehát egy frankon megfizethető árkategóriás gaming 2.1-es hangszóró pár mélynyomóval. Jó, nem olyan, mint egy 300-400 wattos stúdió monitor, az biztos, de hangos gamereknek valószínűleg ez is megfelel, szóval én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud. Szóval, ja, szikét. Ennek mindig megvan a maga varázsa. Valamit kicsomagolni. Az egyik legjobb érzés, komolyan mondom. Lala. A kedvenc csomagolóanyagom ez a... Jó, most nem akarok eltörni egyet sem, mert piszkosul idegesítő hangja van, még a hideg is kirász tőle. Az első pár, de ki is csapjuk. A második pár, azt ide csapjuk. Hey, milyen jól néz ki? Ó, lesz benne egy útmutató, hogyan és mit kéne összepakolni azt a... És itt a mélynyomó, aminek azt hiszem jó súlya van. Aha. Egész korrekt. Oh yes. Na szóval, mi van még? Semmi más. Jó. Csinos. Az igen. Egy kicsit közelebbről megnéztem, ennek még a karakterisztikája is állítható. A mélynyomónak. Frankó. Szóval egyébként én kíváncsi vagyok rá. Itt a kommentekben írjátok már le nekem, hogy ki az, aki hangosan játszik otthon, mert ismerek ilyeneket, de én egyébként többnyire gaming headsetet használok, hogy ne zavarjak senki mást, mondjuk egy FPS lövöldénél, mint a Battlefield 1, vagy a Rainbow Six Siege, de van, aki szerintem hangosan játszik otthon, ja. Szóval írjátok már le nekem, hogy ki hogy szereti. És a fólia. A fólia. A legjobb. Oh yes! Itt a kis lyuk. Baszki. Oda nézzetek. Még gumírozott kis talpacskái is vannak, hogy ne csúszkáljon az asztalon. Wow. Wow. Egész jó anyagokból van. Pofás. Komolyan mondom. Az illesztések sem rosszak. Panaszra semmi ok. Arra vagyok a legjobban kíváncsi, hogy szól. Egyébként engem kérdeztek, szerintem tök mutatós. Jó a design. Engem az érdekelt, komolyan mondom, hogy az anyaghasználat milyen, meg az összeszerelés, de panaszra szerintem semmi ok. Látjátok, itt lehet állítani a karakterisztikát. Így is van. Hangerő, basszus, és ez a közép. Be is kikapcs. Lássuk, mit írnak hozzá. English user manual. Nem mondod, hogy össze van celluxozva, baszki. Magyar használt utasítás. Álljon csak meg a menet. Multimédiás aktív hangszóró rendszer. White Shark. Gaming only. Finom. Használati útmutató. Kimeneti teljesítmény 2x10 watt. 1 és 2. És plusz egy 15 wattos mély nyomó. Így van, erről beszéltem. Itt van a hangerő, a basszus és a tripla. Hogy lehetek ilyen felkészületlen? Nem tudom, mi az a tripla. Szerintem az a közép, nem? Itt van az összeszerelési útmutató. Egyébként bármivel használhatod. Számítógép, laptop, iPod. Tehát a mobilodra is kötheted bármikor. Még itt van egy CD, egy régi diszkben van ide rajzolva, vágod? Hát az mikor volt már, vagy 10 év, nem? Bekapcs. Kék led, világít. Ha minden igaz, frankon összekötöttem a cuccos, szóval... Lássuk a medvét, jó, feltekerjük a hangerőt. Hol is van? Aha. Hogy ránk hozza a frászt. Aha, szerintem minden le van tekerve, frankon. Halljátok, jön a basszus. És hangerő. Mit tud ez? Fúra felhúzzuk.
mama! És a közé. Gyerekek, ez kiváló! Nem is gondoltam, hogy ez ilyen jó szó! Kitekertem csutkára a basszust. Wow! Hát ez a 35 watt, ez untig elég ahhoz, hogy te lövöldözzél, vagy autós játékkal játszál. Ez zene hallgatásra is. Gyerekek, első osztályuk. Evezzünk más ütemek vízére. Egy picit már rezonál. Ja nem! Itt volt a szike, az rezgett. Aztán van basszus. Ez szólt a mozis videó alatt. Yeah! Kiváló. Nagyon tetszik. Egyébként szerintem ez fából van, nem műanyagból. A méláda. Puli van! Kiváló! Az első kicsomagolás itt a unboxingon. Puli van! Wow! Ahhoz, hogy az őrületbe kergesd a szülőket, vagy a szomszédokat, vagy a tesódat, vagy nem tudom, bárkit, szerintem ez a 35 watt, ez untig elég. Nagyon, nagyon király. Én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen piszkos új jó szól. Nem tudom, hogy mennyire jön át egyébként egy videón keresztül, de remélem, hogy ez a mikrofon, amivel veszem a hangot, az átadja. Mocsok jó. Én azt hittem, hogy majd egy kicsit torzít, nem lesz elég a magas, nem lesz elég a közép, nem lesz elég a mély. Francokat. Francokat. Teljesen jó. Én meg vagyok fel elégedve. Szóval minden esetre kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy nektek hogy tetszik. Ez a 2.1-es fehér cápa White Shark Gaming Stereo Speaker szerintem annak, amire kitalálták, a célnak tökéletesen megfelel. Ennél több nem kell. Én úgy gondolom. Tehát ez nem arra van kitalálva, hogy házi bulit szervez, de szerintem mondjuk még pulizni is lehetne vele. Simán! Simán. Írjátok le itt kommentben, hogy tetszik nektek. Szerintem pofás is. Tök jól néz ki. Ezzel az ezüst színnel. Egyébként itt a leírásban, a linkre kattintva tudtok tájékozódni a hangszóróval kapcsolatban. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, mert az a legjobb visszajelzés nekem. És ha támogatnátok a csatornát és az ilyen kis kicsomagoló, bemutató videókat, kipróbálós videókat, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk egy következő kicsomagolásban. Sziasztok!